Ne. Hello. Már fél, Peti, már be akarsz vásárolni felszerelésből? Peti önállósodik. Saját csenelje lesz. A zsámli motoros. Hokedli, hokedli motoros. Nem, a sámli motoros, ami meg nem sámli. Na jó van. Már rögtön mélyről kezdik, innen csak fölfelelhetsz. Igen, igen. Meg kell adni az alaphangot. Ja. Az jutott eszembe, hogy a minap szembe jött velem egy hirdetés a Facebook Marketplace-en. Egyébként most már mondják, hogy a biznisz komoly, komoly része tevődik át a Marketplace-re. Tehát most már külföldön is nem feltétlenül eBay-en kell nézelődni, vagy mobilén például, hanem például a Marketplace. Meg Magyarországon is tök jó dolgokat ki lehet ezen fogni. És hát ott jött szembe egy Daytona Moto 2. Olyannyira, várjál, hogy a Marketplace-ről, tehát az elején a Marketplace-en voltak az igazán fruti vételek, nem túl drágán. Most már átfordult a dolog, hogy most a Marketplace-en hirdetik gigantikus áron a cuccokat, úgyhogy jobb máshol is körbenézni csak igen, egyet. Igen, és akkor erre. Igen, ez a Daytona 765 ugrott be, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy műsort a befektetési célú motorokról, hiszen ezt úgy hirdetik, hogy befektetésnek is kitűnő. Meg egyébként motorozni is valószínűleg kitűnő, hiszen igazából ez egy 765-ös Street Triple, csak ugye rajta van a régi Daytonának a kabátja, de az is karbonból, meg azért kapott egy komolyabb őrinc futóművet, ugye hátul egy TTX gátlót, elől is ugye a nagy Brembo, nagy őrinc, stb. Nagy zene. Nagy zene, nagy fény. De hát ugye ez igazából ugye még az ilyen befektetési célú motoroknak, hogyha arra is veszi valaki, annak az erősen az alját képviseli. Hiszen itt most alapvetően utána... Mert piszkos 20 ezer euró, vagy miért? Igen, ezt 20 ezer euróért hirdetik. Ez úgymond való azt, ami ilyen 6 millió környékén volt, mikor megjelent 3 évvel ezelőtt, talán, vagy 4. Vágtató infláció. Ne is rohanjunk ennyire előre. Aztán folytassuk mondjuk az árcsokkal, ugye amiről... Amit Keanu Reeves komád igen, csinálgat. Igen, újabb hír, hogy most nagyon sokan várnak a árcsukra, mert kérdeztem, hogy mi ennek az oka, mondom, chip hiány, hát ebben azért nincsen egy agyon komputerizálva, és tényleg az, és tényleg a chip hiány, nem van más... Digitális szabiszerfa. Más olyan kapcsolatunk, aki vár éppen egy ilyen motorkerékpárra, és mondja, hogy az ABS-hez nem tudják rá, de a viccesebb, hogy állítólag Keanu múltkor egy táskás bőröndbe vitt haza 6 darab párat, teleszkópszárat az őrinctől, hogy be tudjanak fejezni motorokat. Ugye elképzelhetem, amikor az őrincnél kinyitják az ajtót, és itt van John Wick! De a lényeg, hogy... És igazából 4 volt nekik raktáron, de inkább 6-ot adtak neki. Na most ez megint csak úgy jellemző, hogy ugye ebből ugye 6 Hát, ha jól emlékszem, évente ilyen 10-12-t gyártanak. Tehát ez tényleg egy olyan motor, amiből aztán nagyon-nagyon kevés jön szemüvege, nagyon-nagyon megszűri a... De árcsból egyáltalán, vagy ebből a típusból? Hát úgy egyáltalán. Persze. Teljesen manufakteres jelleggel gyártják. Hogy aztán kicsit ugráljunk itt a motorok közt. NR750. Ugye ez egy 94, ha jól emlékszem. Amikor régi. 94. Ez gyakorlatilag a sportmotorok közt ez az egyik olyan, ami leginkább, nincs is ilyen, hogy leginkább gyűjtői modell, de... Ha sportmotoros vagy, és meglátsz egy NR750-et, és nem indul be a nyálelválasztásod, akkor nem vagy sportmotoros. Holott igazából ez a maga korában, amikor megjelent, utcai motorként igazából nem volt túlzottan pompás teljesítmény adatokkal megáldva. Csupán egy olyan különleges műszaki megoldást alkalmaztak, az ovál dugattyút, amit hát az idő bebizonyított, hogy igazából értelme nincs. És annak idején én kérdeztem is egy olyan mérnököt, akinek részlet a fejlesztésben, hogy végülis miért csinálták, hát mert hogy meg tudtuk csinálni. Ugye itt az ovál dugattyúnak a háttere, mint annyiszor a versenypályán keresendő, egy nagyon jó könyvet csinált erről a Honda, valahol itt meg is van, mert egyszer kaptam meg ajándékból valami sajtóeseményen, hogy mi volt ez a pontos történetem. A lényeg, hogy GP-n is mentek ovál dugattyúval, és onnan abból csináltak utána egy utcai motort,
jellegéből adódólag az volt a cél, ez egy nagyon furcsa motor, egy, hát hogy azt mondjam neked, inkább egy ilyen lóversenypálya alakú dugattyú van benne, két hajtókarral. Lóversenypálya alakú dugattyú, őrülnek! Két hajtókarral, hengerenként 8 szeleppel, tehát összesen 32 szeleppel van. Az volt az alapja, hogy több üzemanyag, tehát több üzemanyagot tudnak felrobbantani az égéstérbe? Meg volt határozó, hogy maximum 4 henger. De ők inkább 8 hengeres szerettek volna csinálni, és azért egy ilyen 8 hengeres, 4 hengeres csináltak. Ez így szólt a fáma, és tulajdonképpen már az önmagában egy kisebb csoda, hogy működött. Ugye a fő problémát, ami okozta nekik, ez a dugattyúnak a tömítése, tömítettsége, hát az égéstéré. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a dugattyúnak vannak gyűrűi, ha nincs, akkor nem tudod, miről beszélni, akkor keres rá a neten. És hogy a gyűrű az kör alakú, az egészen jól felfekszik a henger falára, de ezek a hengerek nem kör alakúak, hanem ezek, ahogy mondtam, két párhuzamos oldala van, és végén le van kerekítve 280 fokos kanyarra, tehát gyakorlatilag lóversenypálya alakú. Na, és itt a hosszanti oldalaknak a tömítettsége ezzel a dugattyú gyűrűvel, amit már nem is gyűrű értelemszerűen, az annyira nem volt egyszerű, tehát voltak vele ilyen apróbb problémák, és... Közben keresem a mobilén, hogy milyen árba mennek. Addig még egy kis ingyenség. Körülbelül ezek ilyen 100 ezer nyugatnémet márka árkörnyékén árulták őket, de gigantikusan drágák voltak a maga idejükbe. És mindezt úgy, ahogy a Péter is mondta, hogy a műszaki paramétereik alapján gyakorlatilag egy RC36 felvette velük a versenyt, vagy akár meg is el is porolta őket, tehát maga a teljesítmény adatok nem voltak kiemelkedően extrémek. Ezt a motor, mint széria motor, talán versenyen lehet, hogy valaki bevetette, de olyan nagy elévülhetetlen érdemeket nem szerzett vele. Ellentétben igazából sima ehhez képest egyszerű V4-es RC36-tal szemben. Ami meg igen sikeres szuperbike karriert futott be. 92 egyébként, rosszul mondtam az évben, tehát 92-ben mutatták be. Tehát az lehet, hogy az előbb maraságot mondtam, mert az RC30-as volt a szuperbike motorja az első, meg utána az RC45 volt a másik, és az RC36-a lehet, hogy sima volt. Igen, igen. Sima VFR 750F volt. Jó, néha az ember kicsit megkeveredik. Számokat kezdi az ember. Ebben a korban már csoda, hogy még egyáltalán valamilyen számra emlékszünk. De megnéztük, hogy 130 lovas volt. Alulról. 14 ezeres fordulaton, igen, ami annak idején se számított már egy ilyen hú de nagy teljesítmények. Ellenben ugye iszonyú drága, tehát ezek ilyen, szerintem ilyen, ha jól emlékszem, legutóbb mennyire láttam, ilyen közel 100 ezer eurós nagyságrend, amit elkérnek egy ilyenért, és állítólag van belőle egy Magyarországon. És igen. Ami horror, hogy időről időre előkerülnek még kalodába lévő soha ki nem csomagolt NR750-ek, és amikor erről meglátunk egy videót, akkor mindig azért így könyvbe lábad a szemünk. Annak ellenére, hogy valószínűleg, ha lenne, nem járnánk vele, meg úgy nagyon nem is fenyeget a veszély, hogy lesz egyszer egy ilyen, de úgy mindig. De azért, mert tehát nem is tudom, múltkor vagy írtam, vagy mondtam valahol valami beszélgetés kapcsán, hogy ami ennyire értelmetlen, az az igazi luxus. Tehát ami ennyire önmagáért való. És ezeket a dolgokat ilyen szempontból mindig egy kicsit ilyen csodálattal viseltetnek az emberek, meg én is ezekkel kapcsolatban. Igen, azért a modern motorok közül látszik, hogy most abszolút arra megy a világ, hogy ezeket már nem érdemes már igazából csologató jelleggel se gyártani. Tehát ha megnézzük, hogy a nagy gyártók közül kinek van olyan tényleg valami nagyon-nagyon nyálcsorgató portékája, hát nem sokat tudnék most felsorolni. Hát egyáltalán nem ebbe az irányba megyünk. Én azt látom, az igazán, tehát a korszerűsítés, inkább az olcsósítás felé megyünk vissza, ugye újra az acélvázakkal, a sorkettesekkel, ami alapvetően nem baj, hogyha ez tényleg a motorok árának a csökkenése, vagy legalább a stagnálásával járna, de hát nem így van. Ja, és még azt is el kell mondani, hogy az NR750-nek által minden egyes eladott darabján bukott a Honda.
Tehát, hogy annak, egyáltalán bevállaltak egy ilyen projektet, az párját ritkítja. Mondhatnánk itt még az NR mellé az Yamaha R7-est is, ami az volt szerencsénk nem is olyan rég a jártnál, hogy ugye ott is olyan technikai megoldásokat alkalmaztak benne a homologizáció miatt, ami állítólag a mai napig MotoGP motoroknak az alapját képezi, igen. Hát nem, ott volt egy ilyen kísérleti vezérlés, majd egyszer talán az is, arról is lesz film, az, hogy fogaskerekes vezérlést építettek bele, de a szériában nem az volt, csak olyat is csináltak. Igen. És akkor menjünk tovább az olyan különlegességek felé, amiket aztán tényleg nem találkozol vele nagyon közúton, pedig ez egy új megvásárolható motor, a Brough Superior, és ez ugye régen azért hívták ezt a márkát Superiornak, hogy állítólag annyira távol állt az összes többi gyártótól a termékeknek a minősége, meg a kidolgozottsága, hogy ezzel próbálták jelezni az ők felsőbbrendű mi voltjukat. Most ez a motor, ez tényleg gyakorlatilag egy ilyen kiállítási tárgy, hiszen így gyakorlatilag egy nagy V2-es naked bike talán, vagy nem is tudom, de annyira, nem is tudom, ékszer jelleggel van minden egyes dolga megrajzolva, kimarva, hogy így igazából én nem tudom mire vérni a dolgot. Hát a tipikus az a Shakespeare-i magasságban emelkedik, sok hűvó sem ér, egy első nézésre, a lázadásnak helye van. Szerintem sok munkát belefektetnek abba, hogy valami nagyon, egy régi dicsfényt visszahoznak, de nem sikerült. Tehát annak idején, amikor ez a motornak az eredetie létezett, és aztán Jay Leno-nak talán van is belőle. Jay Leno-nak milyen nincs. Igen, tehát akkor ez volt a világon az egyik szuperbike, és a magyar vonatkozása is van ennek a történetnek, mert pont a stúdiótól nem messze, az ötös országút gyóni szakaszán, az egy olyan hosszú egyenes volt, hogy Európában ide jártak sebességrekordokat felállítani, és a BMW és a, hogy mondjuk ez? Brough Superior egymásra rálicitálva sebességi világrekordokat érte itt el. A Mexikó mégis működik. Aztán pont a motorosra nem emlékszem, de volt egy halálos baleset, és akkor a britek kiszálltak belőle, úgyhogy BMW. Aztán BMW-nél Ertenne volt, aki ide járkált egy feltöltős kompresszoros boxerrel. De tehát ilyen magyar vonatkozása van ennek a történetnek. Akkor ők voltak a top, nem volt senki más. Most már ez igazából egy olyan dicső múltnak a felidézése, ami... De úgy gondolom, hogy ezt mi nem igazán értjük. Tehát ugye ez egy nagyon exkluzív kör, ez egy ilyen 45 ezer fontot képvisel újonnan egy ilyen motor, és tényleg egy ilyen gyűjtői darab. Én az Árcsal is ugyanígy voltam, hogy tényleg nagyon érdekes dolog az, hogy mondjuk egy tömb alumíniumból marunk ki mondjuk egy tankot, de igazából értelme nincs. Csak az, hogy meg tudják csinálni, és ettől lesz egyedi. Hogy el tudunk pazarolni annyi jó drága anyagot. Nézhetjük ebből is. Térjünk vissza a sportmotorokhoz, amihez talán többet konyítunk, Desmo Sedici. Hát gyakorlatilag ugye itt egy MotoGP motort, egy rendszámozható MotoGP motort állított elő a Ducati 2000... Nem tudom. 10... Te róvatod, neked kellett mondani. Addig, amíg megtaláljuk, hogy ez mikor érkezett ez a motorkerékpár, ugye ez is, tehát itt is olyan gyorsan elfogytak ezek a darabok talán, hogy persze csak 500-at akar be a gyártani, és a végén tehát majdnem ráduplázott a szériára a Ducati. Ez együtt nem lett egy népmotor, és a versenypályákon sem. 2007-2008. Sokkal találkozó. Van nekem olyan személyes ismerősöm, akinek szerintem ez lenne. Azért nem vett még, mert utána értelmetlenné válna az élete. Tehát ő gyakorlatilag annyira Madda haverom, annyira rajta van ezen a motoron, valószínűleg igaza is van különben. Tehát ez még az NR750 magasságait ostromló értelmetlenség volt a Ducatitól a maga korában. Az értelmetlenséget persze idézőjelbe téve, tehát ennek már a puszta létezése is a motorkerékpár ünnepe egy ilyen járműnek. Csak egy kis adalék, hogy annyira MotoGP
specifikációval rendelkezett, ugye az utcai homologitás miatt ugye ez is 170 lóerős volt, ha jól emlékszem, tehát hogy nem volt sokkal erősebb, mondjuk egy tripla 9R-nél, de 16 és feles hátsó kerékkel szerelték, hát néztek volna, hogyha erre gumit keresel. Állítólag a legenda szerint itt Magyarországon volt, aki vásárolt belőle egyet, és ment vele egy Rijeka oda-vissza, hát majd visszajött panaszkodni, hogy mi az, hogy lekopik róla a gumi. Hát nem éppen egy autópályás vezetésre volt ez kitalálva. Sok latolgatás ment azon, hogy miért, hogy a Ducatiban a Superbike belindul ezzel a motorra, végül nem indult el, még azt mondják, hogy lehet, hogy még homolók se lett volna igazából oda a Superbike világbajnokságra. De ebből is több, mint valószínű, hogy találni még valami magángyűjteménybe Magyarországon. Különben ezek után a Honda is elkészítette a saját utcai MotoGP változatát. Az RCV 213-at. Igen, és azzal még versenyezgettek itt-ott, tehát még utána ment TT, még indult is vele, a McGuinness talán ment, McGuinness ment vele. Úgyhogy a Hondának is voltak még ilyen megvillanásai, most nehezen tudjuk elképzelni, hogy még ilyen túl sok ilyen lesz belőle, úgyhogy már csak azért is ezek gyűjtői cangák. És akkor, hogy Hondás átkötéssel folytassuk, az Ariel Atom, ugye az egy autó, de hát ugye az Arielnek a gyökerei azok igazából a motorgyártáshoz nyúlnak vissza. Szóval az Ariel gyökerei azok nem az autóhoz nyúlnak vissza, hanem az 1900-as évek elejére a motorgyártáshoz köthetők, és ezért az Ariel Ace, amit Herrik szerint ez két különböző modell, de ez igazából egy, csak az első futóművüknek a kialakítása más. Meg az ülésük, meg mit tudom. Igen, az egyik ez egy ilyen cruiser jellegű, a másik pedig inkább egy ilyen, hát nem tudom, naked bike. Ja, mondd meg te. Honda VFR 1002 blokk. Honda VFR 1002 blokkal vannak szerelve. De azt látom, hogy ez, de ráadásul ez egyik dupla kuplung, és a másik meg simának tűnik. Ó, tényleg, a dupla kuplung, ez nem is jutott eszembe, hogy ugye ebből a blokkból kétféle verzió létezett. Hát ebből se sokat láttunk még szembe jönni. Ezzel menő lennél a fősteraszon. Szerintem ott egy bármivel menő vagy, ami piros és hangos. Lehet, hogy elég csak, ha hangos. Ezt kipróbálnám egyébként. Karbonkerék, komoly futómű, ez szerintem azért tudhat valamit egy ekkora blokkkal. Egyszer az egyik bölcs ember azt mondta, hogy mindet ki kell próbálni, kivéve a népi táncot és a vérbajt. Péter ezt szerint él. Ehhez tartanám is magamat. A másik ilyen, hát kis kedvencem igazából a BMW HP2 Megamoto, amiből volt enduro verzió is. Ez tényleg olyan ronda, hogy már szép. És ennek is ilyen, most már ilyen 20 000 euróhoz kezd korrelálni az ára. Pedig igazából semmi nagy trúvány nincs benne, és ez például a BMW piszkosul ért, akár az autókba, akár a motorokba, hogy megcsinálja a valaminek a még emmesebb, még sportosabb, még ererebb, még HP-bb változatát, és azért iszonyú pénzeket kér el, csak azért, mert nagyon-nagyon kevés darabot, vagy darabszámba gyártja őket. A Megamoto is ilyen volt, ami igazából egy 1002-es boxer, csak hosszú lábakon, szupermotóként állalva. Hát mondjuk, ezt konkrétan nem tudom erről az adatokat, de a HP2-ből ugye volt ez a Megamoto, volt belőle HP2 Endur, és volt HP2 Sport. Az a HP2 Sport az igen fruti áru, és az is már bőven ilyen 15 ezer eurós árkategóriában mozog, ráadásul az ennek a levegőolajos boxer motornak a legerősebb inkarnációja, minden van rajta, a műszerfal a gyakorlatilag ilyen MotoGP-t idéző digitális műszerfal, úgyhogy azon aztán a súlya is viszonylag szolid. Úgyhogy azt még megértem, mondjuk ezen ilyenek nincsenek ezen a motoron, ezen ezt az extrém árat nem értem, maximum vagy, hogy kevés van belőle. Ebben is egy Jürgens gátló van hátul, de itt igazából a darabszám az, ami ennek az exkluzivitását adja, mert nem is forgalmazták szerintem csak egy vagy két évig. Oké. Ilyet láttam már Magyarországon az utcán, szóval. Na tessék, hogy? És elég komoly tempót tud vele menni a gazdája. Egyenesbe vagy kanyarba is? Mindenhol.
Ez egy igazából ez egy működő koncepció. Az enduro változatáról vannak olyan képek, amikor az ember egy keréken csapat át egy ilyen pocsolyán, és egy sprickolja szanaszét a vizet, az elég jól néz ki. Az Erzbergen indult fel a Chris Pfeiffer egy felfutón, úgyhogy érdekes lehetett egy ilyen 201-néhány kilós motorral csapatni a 100 kilós endurókkal. Peti, ezeket a motorokat hozta mára. Még van. Még a Y2-től. Ja. Igen, hogy zárjuk a sort. A nettó hülyeséggel, a nettó elmebajjal. Y2K. Jay Leno-nak van egy ilyen, hogy volt. Váratlan fordulat. És ő mesélte arról, hogy egyszer, tehát ugye ez egy helikopter sugárhajtó, mi van benne, turbina, és akkor a hőkibocsátást idéz elő hátul ez a szolid kipufogó. Rá is van írva hátul a rendszámtámla helyén van egy világít, és negyere túl közel hozzám állt a piros lámpánál, és valaki nagyon kíváncsi a mögé csorgott, és elolvasztotta a lényegok előkárítóját, úgyhogy... Na most azt képzeld, hogy ezzel beballagszal a Mozaik utcába. Szóval itt ugye azt írják, hogy ezt a mai napig állítólag meg lehet vásárolni, és egyébként nem annyira, itt kétféle hajtóművet írnak hozzá, 320 illetve 420 lóerővel. Az a szerencse, hogy igazából urvalható, nem kell hozzá kipörgésgátla. De kell, hiszen nem sugárhajtású, hanem... Igen, tehát egy valami rendes lánchajtás. Nem is tudom, hogy lánc vagy kardán? Valami hajtás, ez azt hiszem láncos. Na ez az, amivel nem, az biztos, hogy soha az életben látó, nem fogunk menni. Azt látom, hogy BST karbonkerék van benne. Ez ami nem utcai változat. Őlinsz az eleje. Van Superbike, Őlinsz telóval, igen, de... Ez valahogy nem is annyira izgat, nem tudom, hogy egy... A hátsó tárcsán van kettő darab haddugós nyereg. De Stunt Rider előkészítés. Igen, nem tudom, hogy az Euro 6-ot azt tudja teljesíteni. De azt nem tudom, hogy igazából az USA-ban ez mehet az utcán, tehát forgalmit kapott, tehát valamilyen emisszió kell teljesítsen. Döbbenet. Megdöbbentő. Úgyhogy... Jó, hát várjuk a mai különlegességünk. A kommentbe dobd alá, hogy neked mi az álommotorod, vagy te még mit szavaznál be ebbe a kategóriába, ami értékálló, és jó befektetés. Amit érdemes megvenni. Túl hosszú listát ne legyen, mert ugye az elmúlt pár évben minden jó befektetés, hogy bármit vettél, az egyre drágább lett, de mi az, ami tényleg ilyen őrült klasszikussá válhat. Pont a minap rőkönyödtem meg az új Yamaha árlistán. Gyakorlatilag van olyan típus, ami a 3 éve a Tenere 700 például 3,5 millió kezdett, most 4,5 milliónál tart. Már rájöttek, hogy milyen jó motor. Miért adjuk olcsó? Hát, jó, persze, ez az olcsó drága, ez egy érdekes dolog, mert például a kommentben valaki levezette, és ebben is van igazság, hogy x évvel ezelőtt 77 ezer forint volt az átlag jövedelem, most meg már 400-akat is mondanak, vagy nem tudom ilyen. Mondjuk azt nem tudom, hogy számolták ki, de tény a tény, hogy bár mondjuk az nem annyira öldöktől való dolog, hogy az ember jobban él, mint ezelőtt 20 éve, statisztikailag ezek szerint kimutatható, ezzel együtt nem tűnnek olyan. Tehát valahogy lehet, hogy mi lettünk sóherebbek? Lehet, hogy öregszik az ember, már jobban megnézi, hogy mire ad ki pénzt. Egyébként ez régen így volt, tehát hogyha 18-20 évesen megláttál, mint akkor az kellett. Ajaj. Mindenképp. Most meg már azért, hát ennyire nem kell. Annyit nem tud. Így van. Zárul mai boomer motoros műsorunk. egy újabb bizonyító értékű felvétel, hogy én szarok vagytok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Csabit kirúgtuk. Nem baj, legközelebb visszavesszük. Igen. Legjobb.